Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Kultúra Napján, január 22-én. Mindig el szoktam mondani, most sem hagyhatom ki, hogy a magyar nyelv hivatalos szabályai szerint a Magyar Kultúra Napja minden egyes betűje, tehát minden kezdőbetűje is kicsivel irandó, mint ahogy az ünnepneveinké, a karácsonyi húsvété, de az utóbbi időben szokás az, hogy nagy kezdőbetűvel írják, és ez is elfogadható a nyelvművelők, nyelvészek szerint. Tehát úgy is helyes, hogyha a M, K és N nagy kezdőbetű, nagybetű, de hivatalosan mindegyik kicsivel irandó. Itt vagyunk, hogy Kölcseit ünnepeljük, Kölcseire emlékezzünk, hiszen amikor a himnuszról szólunk, akkor Kölcseiről szólunk, és nekem meggyőződésem, hogy a himnuszt is sokkal alaposabban és mélyebben megérthetjük, hogyha olvassuk és ismerjük Kölcsei egyéb alkotásait is. Van egy mottója ennek a mai előadásnak, ez pedig ez, hogy csinálni kellene, csinálni ifjú barátocskám. Különösen hangozhat ez Kölcsei mondata, és majd az előadás végére kiderül, hogy mit is jelent ez, vagy mit akartam én ezzel mondani. Azt azért már sejtjük, hogy a cselekvéssel és a tettel van ez kapcsolatban. Az előadás címe az, hogy tiszta szellemiség és személyesített erény, Kölcsei Ferenc emlékezete. Ez az idézet Kossuth Lajostól származik, aki börtönben volt akkor, amikor Kölcsei meghalt, és az édesanyjának írt egy levelet. Ebben írta azt, hogy Kölcsei tiszta szellemiség és személyesített erény volt, és vajon lesz-e még egyszer ilyen emberünk. Hiszen Kölcseiért rajongott az ifjúság, rajongott érte Kossuth Lajos, tőle tanulta tulajdonképpen a szónoklatot, és amikor Kölcsei eltávozott, akkor mindenki úgy vélte, hogy az egyik legtisztább erkölcsiségű ember távozott el a körükből. Ahogy Benedek Marcell irodalomtörténész fogalmazott, Kölcsei volt az új életre támadó magyarságnak az egyik vezére, a szenvedők elnyomottak támogatója és segítője. Ez az egyik forrása tehát a címnek, de ezt tovább vezetve hadd mondjam el, hogy a tavalyi év első fél évében a Magyar Nyelv Múzeumában volt egy képzőművészeti kiállításunk, amelynek a darabjait Kölcsei munkássága ihlette, és ennek is azt a címet adtuk, hogy tiszta szellemiség és személyesített erény. Én a Magyar Nyelv Múzeumából jöttem, Kazinci földjéről, és amellett, hogy a Magyar Kultúra Napján emlékezünk Kölcsei Ferencről, azért mondjuk el, hogy miért időszerű szép halmon mindig Kölcsei Ferenc, hogyan is kapcsolódik Kölcsei Kazincihoz és szép halomhoz. Először Csokonai temetésén találkozott Kölcsei Kazincival, akit mint mesterét, ekkor még nem a valós értelemben, de mégis mint mesterét tisztelt. És aztán 1808. május 19-én írt Kölcsei Ferenc a 18 éves ifjú Kazincinak egy levelet. Kazinci a legrégebbi magyar térképről vitatkozott Kresznevicssel, és Kölcsei a saját kutatásai alapján hozzászólt ehhez a vitához. Az ő levele egy már érett filológust és tudós embert mutat. Kazinci erre válaszolt, biztatta őt az írásra, és aztán megkezdődött egy hosszú és sikeres kapcsolat, együtt küzdöttek a nyelvújításban. Aztán hát szokás emlegetni, hogy 1817-ben eltávolodtak egymástól. Egyrészt a nyelvről különbözőképpen gondolkodtak, de sokkal mélyebb volt ez az ellentét, elvi ellentét volt közöttük, nem csak nyelvi téren, hanem egyéb társadalmi kérdésekben is. Ekkor eltávolodtak egymástól, de kétségtelen, hogy addig nagyon sok szép évet töltöttek el együtt. 1831 Kazinci halálának a dátuma, és itt látunk egy levél részletet. Ebből az az érdekes, hogy egyrészt szent öregnek nevezi Kölcsei Kazincit. Kazincinak Bajzával voltak vitái, és ekkor kelt Kazinci védelmére Kölcsei. Tehát egyrészt szent öregnek nevezi, másrészt pedig látjuk, hogy alul azt olvassuk, bizony őnála egy egész epochával hátrább állanánk, egy egész évszázaddal. Kazinci érdemei tehát mindenféle későbbi különbözőségük ellenére Kölcsei Ferenc elismerte. És hadd említsem még meg Veselényi Miklós és Kölcsei kapcsolatát. Veselényi Miklóssal együtt küzdöttek az örökválság és egyéb politikai ügyekben Kölcsei és Veselényi, és ugye a tavaly megnyílt új állandó kiállításunknak, a Nyelvesen című kiállításnak az egyik szereplője, Körösi Csoma Sándor és Kazinci Eugénia mellett éppen Veselényi Miklós, akinek a védője volt Kölcsei Ferenc, mert Veselényit felségárulási perbe fogták,
És hát az ő védőiratán dolgozott Kölcsey akkor is, amikor meghalt. Azt szokták mondani az irodalomtörténészek, hogy annyira legyengült a megfeszített munkában a szervezete, hogy egy meghűlés, megfázást már nem bírt ki, és meghalt. Veselényével is kapcsolatban volt tehát, és természetesen Kazincival. És akkor kérdezzük meg azt, hogy mit üzen számunkra Kölcsey? Mondjuk ki azt a tételmondatot, amelyet lehet, hogy a posztmodern irodalomtörténészek nem vesznek jó néven, de mi kimondjuk, hogy a magyar nemzeti múltnak, nemzeti történelemnek és a nemzeti kultúrának az alakjai és a történései, a teljesítményei, így a szépirodalmi művek is jelek, pontosabban nyomok, amelyeket követve az ember önmagához tud eljutni, vagy amelyeket követve a nemzet önmagához tud eljutni, és aztán ezekre az alapokra építve, ezeket a nyomokat megismerve tud egy boldogabb magyar jövőt építeni. Tehát nyomkövetésre hívom most ebben az előadásban is a tisztelt közönséget, mert ma Európában különösen, de még Magyarországon is elfelejtjük, hogy a nemzeti kultúránk egy hatalmas nyomhalmaz, amelyet követve bizony sokkal többet megértenénk önmagunkból. Ki volt Kölcsey Ferenc? Tegyük fel ezt a kérdést, mert hogy nagyon sok színű alkotó volt. Író volt, költő volt, kritikus, ismert Csokonai kritikája, Berzsenyi kritikája. Ő egy nagyon érzékeny, lelkű ember volt. Maga írta azt, hogy olykor egyik kedély hangulatból a másikba esett, minden átmenet nélkül, állandóan változott a hangulata. És hát nem véletlen, hogy a költészetének első felében a csónak vagy a hánykolódás motívum olyan sokszor jelen van, mert ő is hánykolódott az élet tengerén, magányos volt, ugye félszemély gyermekkorában elvesztette. Volt olyan év, amikor állítólag ki sem ment a szobájából még ebédelni sem. A magány és ez a tragikus életkörülmény rá nehezetett az ő életére. Egy nagyon érzékeny, lelkületű ember volt, de kőkemény kritikus, ezt mutatják a kritikái. Műfordító volt és politikus. Politikus, aki a magyar nyelv mellett, az örökváltság mellett, a jobbágyfelszabadítás mellett, a elnyomott lengyel nép mellett tett hitet. És ugye ő volt az, akit hát Bécs nyomására, megvesztegetésre a szatmáriak, szatmári követ volt, arra akartak rávenni, hogy az örökváltság ellenében szavazzon, és ekkor ő lemondott a követi tisztségéről. Azt szokás mondani, hogy ez volt az első alkalom, amikor valaki elvből lemondott a politikusi pályáról. Kölcsey tehát egy nagyon elvhű politikus volt, és amikor ő elbúcsúzott az országos rendektől, lemondott a követi tisztségéről, akkor másnap az országgyűlés nem is ülésezett, és az országgyűlési tudósítások gyászkeretben jelent meg. Tehát fájlalta az ifjúság, az országgyűlési ifjúság, hogy egy ilyen nagy ember lelépett a színről. És szónok volt, ő volt kora legkiválóbb szónoka, akitől Deák és Kossuth is tanult szónokolni. És hát tegyük hozzá, hogy ő volt kora egyik legműveltebb embere, filozófiailag biztosan ő volt a legképzettebb. Itt néhány idézetet említek, Vörös Martitól, Veselényitől, aki ugye a legnagyobbiknak, legnemesebbnek tartotta őt, vagy Kossuth Lajos, aki egyetlennek és kipótolhatatlannak. És ugye, olvasunk egy kis leírást, ismerünk róla képeket, a jobb szemét himlő következtében elveszítette, és állítólag a bal szemét is olykor félig nyitva tartotta, tehát meglehetősen különös jelenség volt, nem magas, nem mély hangon szónokolt, hanem valami közép tónuson, és hát felhívom a figyelmet arra, hogy ugye ő megjelent a megyének torzomborz, bajuszú, piros pofájú, pohos, hasú, vastag, nyakú tisztei és táblabirái között. Képzeljük el azt az időszakot, amikor ezek a táblabirák valamiféle elmaradottságban vagy passzivitásban élik az életüket, és megjelenik közöttük egy ember, aki rendkívül művelt, európai műveltségű, és meg akarja változtatni az ízlést és a nemzet sorsát. Ebben az ellenszélben kellett neki küzdenie, és hát emlékezünk arra, hogy Kisfaludy Sándor, amikor megírta a Hímfi szerelmei című munkáját, nem merte ráírni a saját valós nevét a kötetre, mert hogy mit szóltak volna az ő szomszéd birtokosai, mivel foglalkozik egy gazdálkodó ember, verseket, faragverseket ír, ez nem járja. És hát képzeljük ide Kölcsey mellé Kazinczy Ferencet, aki Goethét ismerte, Mozart és Shakespeare-ét rajongott, egy ilyen széles látókörű művelt embernek kellett munkálkodnia,
Ezek az emberek alkottak egy olyan közösséget, amelyben Kölcsey nagyon jól érezte magát. Ő azt mondta, hogy a literátorság, az irodalommal való foglalkozás elsősorban barátságot kínált neki, és valóban ez a magyar művelődés történetben, vagy irodalomtörténetben az az időszak, amikor az írók nem külön-külön magánvállalatokat alkottak, hanem közösségbe szerveződtek. Éppen Kazinczy ismerte fel azt, hogy az irodalom egyes alkotói még nem alkotnak nagy közösséget, az még attól nem irodalom, csak ha ezek összefognak. Röviden arról, hogy Kölcsey mit gondolt a magyar nyelvről. Egyrészt ő azt gondolta, hogy a neologizálás, vagyis a nyelvnek a megújítása az egy természetes folyamat, és minden nyelvre jellemző, tehát ez magától is megtörténik, és még az ortológusok, tehát a haladás ellenfelei is újítanak, ez nem kérdés. Egyedül az a kérdés, hogy az új kifejezések és szavak hogyan rögzülnek és honosodnak meg, vagy miért honosodnak meg, milyen okból, milyen számban, milyen mennyiségben a nyelvben. Kazinczyval szemben ő tehát teljesen természetes folyamatnak tartotta a megújulást, és úgy vélte, hogy a nyelv szervesen fejlődik, tehát természetszerűen megújul, és abban különbözött Kazinczytól aztán már 1817-től vagy utána, hogy ő nem kívánta erőszakosan befolyásolni a nyelv fejlődését, előre haladását. És hát olvassuk, hogy a haza, a nemzet és a nyelv az egymással összefügg. Kölcsey szemléletében ezek elválhatatlan dolgok, és a haza fejlődése a kultúrától, a nyelvtől függ, olyan a nyelv a nemzet számára, mint mondjuk a halnak a víz, abban a közegben érzi jól magát, ha azt elveszik tőle, akkor elpusztul. Hát ugye Széchenyi a legnagyobb magyar is azt mondta, hogy a nyelvemet Istentől kaptam, és csak Isten veheti el. Olyan természetes velejárója a anyanyelv a magyarságnak, amely nélkül nem tud élni. Így kapcsolódik össze a haza, a nemzet és nyelv. És hát ott van az alsó mondat, hogy szép idegen nyelveken tudni, de a hazait lehetségig mévelni kötelesség, bár ne feledkeznénk meg erről a mai világban. A magyar nyelvnek ezt a fontosságát Kölcsey nagyon jól tudta. És akkor szóljunk a nemzeti létről. Kölcsey úgy gondolta, hogy a nemzeti múltnak vagy a nemzeti kultúrának a megismerése az a nemzeti önismeretnek az alapfeltétele. Csak úgy tudjuk megismerni önmagunkat a jelenben, és számolni önmagunkkal a jövőben, hogyha megismerjük a nemzeti múltunkat. Felteszi a kérdés, hogy hogyan ismerhetők meg a nemzeti hagyományok, akkor, amikor a magyarságnak a mítoszai vagy őstörténetei, ha voltak ilyenek, elvesztek. Felhívja a figyelmet a népköltészetre, felhívja a figyelmet a nagyirodalmi teljesítményekre, különösen Zrínyi és Balassi teljesítményére, de azt mondja, hogy minden kő, vagyis a régiség, az a jelennek szól, és ezáltal tudjuk építeni a jövőt. És olvasok az idézeteket, mert mindennél szebben szól hozzánk Kölcsey Ferenc, soha még egy nemzet sem romlott el, mert hazája erkölcseit és szokásait híven megőrizte. A nemzeti hagyományok, a nemzeti múlt és karakter megőrzése nélkül a nemzet nem állhat meg a lábán. Szeresd a hazát, de itt lesz a lényeg. Kölcsey életművének középpontjában a haza állt. A haza minden előtt, ő volt az egyetlen ideál, és benne lángoló hazaszeretet élt. De ami számunkra fontosabb, ez a mondat, minden erény önáldozattal jár, azonban minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van. Ugye sokszor beszélünk az embernek a jogairól, lehetőségeiről, arról, mit várunk el az államtól, a mindenkori kormánytól, a nemzettől. De Kölcsey nyomán is tegyük fel a kérdést magunknak, hogy vajon mi mit teszünk a hazáért. Vajon létezik-e olyan kategória ma, hogy nemzeti kötelesség? Hogy elképzelhető-e az, hogy ne csak várjunk valamit az országtól, a hazától, a nemzettől, hanem próbáljunk mi tenni valamit érte. Olykor ez áldozattal jár, kétségtelen, de gondolunk-e arra, hogy mi lesz 50 és 100 év múlva, mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal? Van-e kötelességünk, kell-e nekünk cselekednünk a hazáért, vagy csak fontosabb az önérdek, fontosabb a család, mint kis közösség, de a haza, mint nagy közösség nem létezik. Legyen ez a legnagyobb tanulsága a mai találkozónknak. Kölcsey azt mondja, hogy minden erény önáldozattal jár, de mi az ahhoz képest, amit a hazáért tennünk kell? Mert hogy létezik nemzeti kötelesség, a nyelv iránt, a kultúra iránt való elkötelezettség, amely nélkül mi nem állunk meg, és a gyermekeink, vagy ti fiatalok nem lesztek már egy olyan magyar hazában, mint amilyenben lennétek a nemzeti kultúra által. Ez az egyik legfontosabb tanulság. Kölcsey egyenesen felteszi azt a kérdést, hogy lehet-e boldog az ember akkor, amikor másokért, a közért áldozza fel az életét. Azt mondja, hogy ez a saját tragédiája általános értelemben nem, de ez olyan megnyugvást ad
mert biztosítva láthatja a jövőt, hogy ez az igazi boldogság. És akkor van még egy idézetünk, ez pedig a Csinálni kellene csinálni ifjú barátocskám, Iskola és világ címmel írt Kölcsey Ferenc egy levelet Szemere Györgynek, a barátjának, Szemere Pálnak, a feleségének a öccse volt, és ebben írja, hogy tanulni kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de a végső következtetés csinálni kellene csinálni, ifjú barátocskám, mert hogy a cselekedetek a publikumban való forgás, vagyis a közszolgálata, ha az embernek a szívében szép magvak vannak, aztán formálja az ember, pásztori Héles jogtudós volt, Dezsőfi és Kazinci barátja volt, ekkor lesz az ember nagy ember. És még egy gondolat, Kölcsey Ferencet európai látókörű embernek szoktuk tekinteni, és a haladás mellett állt ki, de mindezt a haza javára képzelte el. Ő valóban hazafi volt, és akár még Kazincinak a mondott, elhitt vagy nem hitt kozmopolitizmusával is szembeszállt, számára a magyar haza volt a legfontosabb és annak határai. És hát, hadd mondjam el, hogy nem az amerikai let's do it ez a csinálni, hanem az, hogy kedves fiatalok, álljunk fel, és akkor tegyünk valamit a hazáért, a magyar hazáért. Nem sokszor jut eszünkbe a humor Kölcsey Ferenc kapcsán, mert ő egy különleges ember volt, egy magas szellemi ember, de azért hadd mondjak el egy anekdotát róla, és ezzel zárjuk a mai találkozónkat. Mikor Kölcsey egyszer utazott egy kocsissal, és egy parasztemberrel, és mentek át egy folyón, akkor megkérdezte Kölcsey, hogy ez milyen folyó. Mondta neki az ember, hogy ez a Karaszna. Mondta Kölcsey, hogy nem, ez a Kraszna. Mire mentek tovább, aztán találkoztak még egy folyóval, kérdezte Kölcsey, hogy ez milyen folyó. Azt mondja neki a parasztember, hogy hát ez meg a Brettyó. Mire Kölcsey, hogy hát ez meg nem Brettyó, hanem Berettyó. Mire aztán kifakadt a kocsis, hogy hát itt a Karaszna nem volt jó, ott meg a Brettyó, most már ki tud azon eligazodni, hogy mi jó hát az Úrnak. És még egy, amikor Óbernyi Károly nevelője volt Kölcsey Kálmánnak, Kölcsey unokaöccsének, akkor sehogyan sem tudta a fiatalember fejébe verni a tanulmányokat. Hát Kölcsey ezt számunk érte, és szabadkozott Óbernyik, aztán a vég úgy fakadt ki, hogy hát tehetek én arról, hogy a tekintetes úr egész familiájának az esze a tekintetes úr fejében összpontosult. Köszönöm szépen a figyelmet, és csináljuk barátok!